A megye legszebb kötetével és egy különleges könyv bemutatójával kezdődött a könyvhét Miskolcon. Az országos rendezvény előtt egy nappal már minden a könyvekről szólt a könyvtárban. Az ünnepi könyvhetet idén 90. alkalommal rendezik meg. Szakértői zsűri értékelte a megye 2017-ben és 2018-ban kiadott köteteit. Ezúttal nem a tartalomra voltak kíváncsiak. A Belbecs helyett most a külcsint értékelték. A Rákócziak öröksége című kötet nyerte az első díjat. Ez lett a legszebb kiadvány a megyében. Összesen 39 könyvvel neveztek. A Gutenberg galaxis az még körülbelül 500 évig tartani fog. Ezt nem csak hallottam, hanem ez az én meggyőződésem is személy szerint, hiszen akkor, amikor a digitalizáció már ilyen stádiumban van a világban, mint amilyenben nap mint nap megéljük, akkor azt gondolom, hogy azzal szembesülni, hogy ilyen kiváló minőségű és tartalmú, de most inkább a küllemileg a minőségű könyvek vannak előttünk ilyen nagy számban, azt gondolom, hogy ez mindenképpen ezt a megállapítást igazolja. Miért nem lehetek sohasem azzá, ki a maszk alatt pihen? Ez pedig már egy vers a maszkokról. Ezzel kezdődik Lázár Balázs legújabb kötete. A maszkalandot az ünnepi könyvhét 0. napján mutatták be. Az író doktori disszertációnak szánta írását, de az olvasóközönség is kegyeibe fogadta. Ráadásul különleges könyvé vált egyes hivatásokban is. Pszichológusok, pszichiáterek nagyon érdeklődtek a könyv iránt, és többen is vettek, és a gyógyításban is használják, illetve elkezdték felhasználni ezt a könyvet. Ez így magam is érdekel ez a része a dolognak. Tehát ugye mindannyian hordunk maszkokat. Az ünnepi könyvhetet idén 90. alkalommal rendezik meg országszerte. Az országos megnyitó adásunk előtt kezdődött Miskolcon, abban a városban, ahol a könyvhét ötlete egykor megszületett. Az Erzsébet tér idén is várja a könyvek szerelmeseit, de a könyvtárban is lesznek programok. 13-án Serfőző Simon jön az új kötetével, de csütörtökön, pénteken pedig Vári Fábián László jön Mezőváriból, és hát az ő írásait, verseit egy ugyancsak kárpátaljai születésű színművész, Ráczi József, Jászai Mari Díja színművész, a Nemzeti Színház művésze fogja előadni. A 90. ünnepi könyvhét és a 18. gyermekkönyvnapok rendezvénye szombatig várja a könyvek kedvelőit az Erzsébet téren.